Badacsony, Szentgyörgy és Somlyó a szőlőhegyek mintája. Isten, mielőtt ezeket megalkotta, előbb a szobrászati tanfolyamokat elvégezte. Isteni lángelméje volt hozzá. S mikor ezt a hosszú gyakorlattal megedzette, akkor készíté e hegyeket. Mindegyik tökéletes szobornyű, és egyúttal élőlény. Szerelmes, büszke és barátságos. Büszkeségét termetében, barátságát déli melegében, szerelmét borában érezi és nyújtja. Zöldbe fordultak a szőlőskertek, levelek takarják a girbegurba indákat. A Somló déli oldala lágyan nyújtózik a szikrázó napfényben. A csendet csak néha veri fel egy-egy traktor, vagy a déli harangszó zúgása. Marccal felől közeledve már a mezőben láthatóak az egykori aktív vallási élet nyomai, hiszen feszületek díszítik még a szántóföldeket is. A hegyen élő vagy gazdálkodó emberek talán az időjárásnak, s ezzel a fentiektől való függésnek köszönhetően több, összesen 5 kápolnát építettek a Somlón, melyek ma már meghatározó díszei, tájékozódási pontjai a bazaltos oldalaknak. A hegy délnyugati oldalán, egy kiálló dombon, 230 méteres magasságban áll, a Somlójenő községhez tartozó egykori Szent Kereszt, ma Szent Ilona kápolna. Az épületet már egy 1399-ben kelt okmány is megemlíti. Építői valószínűleg a tüskevári pálosok lehettek, s hogy mikor dőlt romba, annak nincs írásos nyoma. Valószínűleg a Margit kápolnával együtt ez is a török idők áldozata lett. A templom emléke viszont évszázadokon át élt az emberek lelkében, és a 19. század elején el is határozták újjáépítését. Ennek érdekében éveken át születkor mustot szedtek, és árát kamatoztatták. Az így összegyűlt pénzből vették meg a kápolna helyét, és ebből fizették a napszámosokat is. Az épület felszerelését a hívek adományozták az egyháznak. 1852-ben újjáépítették, 1853. május 3-án a keresztet felszentelték, és azóta minden évben május első vasárnapján tartják a szentmisét a kápolnába. Ez egyben a kápolnának a búcsúja is. A Szent Kereszt kápolnát Szent Ilona kápolnának is hívják. Tudjuk, hogy nagy Konstantin császár édesanyja Ilona, aki felásatta a Kálvária földjét, és ott 3 keresztet találtak. Mind a 3 keresztet egy beteg asszonyhoz érintettek, és amelyiktől meggyógyult, valószínűsíthető, hogy az volt a Jézus keresztfája, és ezért hívják a Szent Kereszt kápolnát Szent Ilona kápolnának is. Halálom után, midőn már porhadni fogok. Ez oly hely lend Magyarországban, melyet megnézni el nem mulasztandja az utas. Hová az utóbbi fiatal nemzedék, mint már most is, a regényben megéneklett váromladékokhoz zarándokolni fog, hogy lássa azon helyet, hol egy tántoríthatatlan hazafinak szívvéréből azon szózatok hangzának ki, melyek a magyart hazaszeretetre gerjedni, nemzetiséget és ezzel nemzeti életet visszavívni, szóval a magyart önmagának visszaadni segítették. Ezt írta a költő Kisfaludi Sándor 1844. február 25-én Batthyány Fülöp hercegnek a somlyai szőleiről. Arra kérte a herceget, vegye meg ezt a szőlőt, hogy a költő halála után méltatlan kézben ne jusson. A herceg azonban nem vette azt meg. A kápolna és környékének területei a Somló aljában megbújó kis településhez, Somló Jenőhöz tartoznak. A község egykori lakói és birtokosai a Jenő törzsből származó, a király felszólítására azonnal hadba szálló várjobbágyok voltak. A Jenő nevű földön később 2 falu jött létre. Nagy Jenő, a mai nevén Tüskevár, és Kis Jenő,
mai nevén Somló Jenő. A Somló előtagot jóval később kapta a község. 1321-ben Villa Küsünő, 1611-ben Küsgyenő, 1696-ban pedig Küsgenő néven említik. A középkortól a jobbágy felszabadításig a győri püspök fennhatósága alatt állt, és egytelkes nemesek népesítették be a települést. Később a zsellér népesség is megjelent a lakosok között, de a határ teljesen nemesi jogú maradt. A Somlóhegy nyugati termőterületének egy része már akkor Kisjenő határához tartozott. A lakosok megélhetésének alapja a szőlő volt, és így van ez ma is. A községnek saját vízimalma és jégverme is volt, ami még napjainkban is meglévő látványossága a településnek. Máig meglévő római katolikus temploma középkori eredetű. A jégverem a 18. században épült. A tornapatok megfagyott vizéből nyerték a jégtömböket, azt tárolták ott, és a 19. század elején még a helyi kocsmáros használta, a későbbiekben már nem funkcionált. 2007-ben a helyi önkormányzat felújította, felújítatta pályázat útján, és azóta turisztikai látványosságnak felel meg. A Somló vásárhelyi oldalán egy hatalmas hársfa maradványai mellett a hegy nyergén 295 méteres magasságban áll a Szent Margit kápolna. Építése valószínűleg Mátyás király idejére tehető, és építői a vásárhelyi apácák voltak. A török vész idején elpusztult, de 1727-ben eredeti helyén újraépítették. Híres búcsújáró hely lett, amit már 1736-ban is nagy szeretettel kerestek fel a messziföldről érkező vándorok. A somlóvásárhelyi búcsú pedig még napjainkban is itt kezdődik, ha az idő engedi, akkor egy szabadtéri istentisztelettel. Margit kápolna mögött áll a keresztelő Szent János tiszteletére emelt kis kápolna, melynek egykori felirata így szólt. Ezen fogadásból épült kápolna keresztelő János emlékére fog állani. Rideg somjó, térföldi remete. Miért írja ezt Vörös Marti? Egyszerű, világos oka van. A remete magányosan él udújában. Se közel, se távol, semmiféle társa. Így áll a síkság közepén a somjó. Körös körül semmi hegy, semmi domb. A bakony ugyan félkörbe keríti, Döbrönte várától a Dobos rengetegen át a Sümegig, de több kilométer távolságban. Ez az óriási körfal kelet és dél felől őrzi. Északra és napnyugatra a nyugati magyar alföld, Veszprém, Vas, Győr, Sopron, Mosony vármegyék Róna vidéke, a Marcal, Rába, Répce és a Hanság lapájai. Ott áll Somjó rideg magányosságban, a szabad tér közepén. A napsugár, mint a nagy költő írja, hű szeretőként öleli körül, s szerelmi hevét nem osztja meg más hegyekkel. A mezők lélegzete, a szabad szél járása akadály nélkül száldos körülötte. Valamikor óriási tűzhányó kitörés lökte föl a magasságba. Köve, földje, alkata, vállai, bazaltoszlopai ugyanolyanok, mint a Badacsonyi. Magassága is csak nem akkora. Egyetlen föld alatti tűzháború alkotta mind a kettőt. Koruk is egyenlő. Közel hozzá Kemenes alján a Ságtető, Berzsenyi álmodozásainak kedves tanyája. Ez is a tüzek föld alatti háborgásának alkotmánya. Gyönyörű alkat ez is. Magánosan áll ez is. Kisebb a Somjónál, ennek alig kétharmada. Ilyen alakulás még Halápp, Szentgyörgy hegye, Tihany.
de legfönségesebb a Somlyó, az ő büszke egyedülságában. Tényleg rendben, de nem rendben. A Dobai oldalon egy nagyon szép helyen, 215 méter magasan áll a Szent Márton kápolna, amely szinte egyedüli emléke az egykor a hegyen zajló virágzó életnek. Építői a vásárhelyi apácák lehettek, és már az épület stílusa is elárulja ősrégi korát. Az eredetileg tornyok nélkül épült kápolnát 1309-ben említik okiratban, és valószínűleg sokáig a vár istentiszteleti helyéül szolgált, legalábbis erre engedt következtetni a várhoz való közelsége, valamint az is, hogy a török idők emlékére évszázadokig egy félhold díszítette a tornyát, amit csak a 20. századi rekonstrukció során vertek le róla. A Szent Márton kápolna mellett található forrásból a Somló egyik legfinomabb ivóvizet örelő és várja a megfáradt turistákat, akik a körülötte lévő padokon pihenhetik ki a túra fáradalmait. A Somlóhegynek nem csak vallási, hanem kulturális élete is olyan élénk, mint színpompás rétjei, virágzó sziklái. A táj szépsége, a hegy üde levegője, a napsütésben szikrázó meredélyek, és nem utolsó sorban a különlegesen finom borok sok festőt, írót és költőt ihlettek meg. Itt volt a kedvenc szőlője Kisfaludi Sándornak, itt írt a hegyről Vörös Marti Mihály, és Márai Sándor is a Somlóiban találta meg a tökéletes italt. A hegytől kicsit távolabb, de annak szerves részeként simul a tájba a Hunyorpatak völgyének jobb partját kísérő dombsorra épült Iszkáz község, ami valójában nem egy, hanem egyszerre három település. Az Alsó Iszkáz, Közép-Iszkáz és Felső Iszkáz egyesítéséből 1947-ben létrehozott település ma is őrzi hármas jellegét, hiszen a községben három templom és három temető található, melyek még a történetet nem ismerő átutazónak is jól mutatják, hogy egykor nem egy volt, hanem három. Alsó Iszkáz, Töttös Iszkáznak nevezték, tehát itt egy Töttös nevezetű földesúr volt, akinek lényegében ez a alsó részi település voltak a jobbágyai, cselédei, és lényegében ezt a nevet onnét örökölte. Középiszkáz, ez a Nemesiszkáz, ez már kisnemességi összetételből származik, tehát itt meglátszott az, hogy valamikor uradalom volt, és akkor ezek az emberek már egy nemesebb körben tudtak gazdálkodni, kisbirtokkal rendelkeztek, tehát egészen más összetételben működött a középiszkázi része. A felső iszkáz az a kápolnás iszkáz, ami a lényegében egyházi filia volt, azért nevezték el a kápolnás iszkáznak. Nagy bírsággal bíró usó iszkáziak, csörölő-pörölő középiszkáziak, jó kenyérsütő felső iszkáziak. 16. századtól már olvasható volt a régi áttekintésekben, hogy iszkáziak a Somlóhegyen még nem műveltek, vagy műveltek szőlőt, igenis feljártak, mint napszámosok. Volt, akinek már állandó munkahelye volt, és ez folyamatosan alakult tovább, tehát akik nemesebbek voltak, tudtak szerezni ott már kis birtokokat, netán akinek jobb módja volt, pincét készített, úgyhogy, és hát lényegében iszkáznak a Somlóhoz régi időktől kezdve, mondom a 16. századtól kezdve kötődése van. A mai napig is, tehát iszkáziaknak jobban ez a része, iszkázi oldalfelő része Somlóra, hogy megyünk fel, ezen a részen vannak szőlői, meg művelés, meg rendezik őket. Tehát ez egy hagyomány apáról fiára átszállt örökség, amit hát egész eddig megőriztek. A község felső iszkázi részében volt egykor Bognár Nagy László költő édesapja,
aki szintén itt nőtt fel és vált a Somlónak és környékének szerelmesévé. A falu végén álló szülőházban a költő életútját és munkásságát bemutató állandó kiállítás működik. Az épületben kialakítottak egy vendéglakrészt is, melyet írók, költők egyfajta alkotó műhelyként vehetnek igénybe. A ház talán legszebb része az úgynevezett bolgárszoba, melyet a bolgár kormány építetett a költő emlékére, hiszen Nagy László sok művet fordított, és ő tette ismerté a bolgár verseket magyar nyelven. Kemény számat angyal zabolázza, torkom sajog a Somló borára, lógóhajam szomorú fűz ága, rossz bakancsom kavicsokat ríkat, lázasodva nézek a világba, sárga rétre, hol Isten bólingat. Homloka alatt a bazalthegynek izzanak a szőlők, édesednek, a forró must jó lesz a szívemnek, akkor jön el az én forradalmam, varjak hadat hiába üzennek, deres füvek lángolnak alattam. A művészeknek ihletet adó borhoz a szőlő nyár közepén már szépen mutatja a fürtöket. A pincék kevesebb, a szőlősorok viszont több munkát adnak ilyenkor. A pincék ilyenkor a kirándulók kedvelt helyei, hiszen a nyári melegben hűs levegő és finom borok várják őket. Általában a somlói borvidékre jellemző az, hogy fehér borokat termelnek, készítenek, mégpedig híres neves, tehát jó hírű, szép, tartalmas, egyedi fehérborokat, és ez elsősorban a borvidéknek, de legalább ennyire az itt termesztett fajtáknak köszönhető, illetve azoknak az embereknek, akik ezeket termesztik és ezekkel foglalkoznak. Mi azt gondoljuk, hogy a somlói bor kiválóan alkalmas arra, hogy olyan magyar szőlőfajták, amelyek a Kárpát-medencében őshonosak, ilyen az olasz rizling, a hásnevelő, a nyufa tulajdonképpen. Egy olyan különleges terroállal párosulnak a Somlón talajjal, klímával, egyéb pörkészítési adottságokkal, amely összesen, együttesen hozzájárulni ahhoz, hogy olyan egyedi, különleges borok születhessenek itt, amelyek valóban a világon máshol nem találhatóak meg. Ez ilyen elcsépelt dolognak tűnhet, hiszen mindenki a saját boráról ezt mondja, hogy egy egyedi, unikális, összerendezhető stílust képvisel a bora, de azonban, ha megkóstoljuk a világban felelhető borokat, ez azért ennyire nem igazán mondható el sok borról, hogy nagyon unikális, nagyon egyedi. És mi azt gondoljuk, hogy a világon van néhány olyan termőhely, ahol a szőlőfajták, a borkészítési hagyomány, a szőlőfajták, a terroár együttállása képes erre, és a Somlót mi ilyennek gondoljuk. A modernség, a modernitás, ami az épületben és a technológiában látszik, az tulajdonképpen nem a célja, hanem az eszköze annak, hogy mi megvalósítsuk az elképzeléseinket. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a modern 21. századi világban, különösen a világpiacon olyan borokat tudjunk készíteni, amelyek megállják a helyüket mind minőségben, mind egyediségben, mind minőségi kontrollban egyáltalán, ahhoz szükség van arra, hogy a legmodernebb technológiát is egy bizonyos pontig behozzuk, de nem feledve azt, hogy az egyediségét a fajtáknak, a termőtájnak gyakorlatilag megőrizzük. Tehát mi addig a pontig, vagy attól a ponttól használjuk a modern technológiát, ahogy úgy gondoljuk, hogy hozzáad tulajdonképpen ehhez az egyediséghez, és nem elvesz belőle. Ez egy nagyon fontos határpont, mert legtöbben a modern technológiát, a modern borászati technológiákat ahhoz arra használják, hogy minél egyszerűbben tudjanak létrehozni olyan terméket, amely jó, iható, megfelelő minőség, és a világpiacon megtalálja a helyét. Mi pedig ezt a technológiát inkább arra használjuk, hogy kiegészítsük, hogy hozzáadjunk ehhez az egyediséghez. Nekem itt volt egy szarvasmarha telepen,
és elég sokat jártam ide, szőlőhöz mindig vonzódtam egy keveset, és így került sor ennek a családi birtoknak a megvételére, illetve kialakítására. Én sem gondoltam, hogy ez ekkora lesz, mert egy hektárral indultunk, aztán utána mellettünk lévő darabokat ajánlgatták fel, és végül is így alakult ki ez a 8 hektáros terület. Most ezen előregedett szőlők voltak, azt kivágtuk, újat telepítettünk, alapvetően két fajtát, sardonét és jufarkot. Tulajdonképpen a jufark ez a somlonőshonos. És a jufarknak a történetéhez hozzátartozik, hogy először nem is akarták elismerni őshonos fajtának, és Kuruc Perci barátom szegény, aki itt volt borász, később a Füredi Pince gazdaságnak volt a vezetője, ő terjesztette el, és ő honosította meg ismételten a jufarkot. Chardonnay az pedig alapvetően pezsgő alapanyagnak használatos, és savaira való tekintettel, nagyon nagy előszeretettel termesztették itt a Somlón. A jufark egy nagyon szép karriert futott be, hála többek között a mostani hegybírónak is, de hát azok, akik termesztik, azoknak is, mert a jufark kifejezetten jól érzi magát a Somlóhegyen, és az olasz rizling az pedig mindenhol jól érzi magát. Az olasz rizling az egy annyira jól alkalmazkodott fajta lett itt a Kárpát-medencébe, hogy vezető fajta, tehát legnagyobb területen termesztik az olasz rizlinget. Még régen, a filoxéra vész előtt a furmintot termesztették fehérfajták közül legnagyobb mennyiségben. Hát a furmint a Somlónak most is egyik jelentős fajtája, de az olasz rizlinget úgy látszik, hogy jobban favorizálják, és a jufark az pedig egy új sztár. Nem csak a pincék, hanem a Bakonyerdő ZRT gondozásában álló erdőterületek is megtelnek kirándulókkal, ahol több turista és tanösvény várja őket. A Somló az egy különlegesség, én azt gondolom, nem csak a Kisalföldből kiemelkedve egy különleges tanúhegy, hanem viccesen azt szoktam mondani, hogy a Bakonyerdő által kezelt állami területen található a legtöbb történelmi borvidék. És hát ugye ezt nem kis büszkeséggel szoktuk mondani, ugye nyilván a Balaton felvidéken közismertek a borvidékek, és hát az is közismert, hogy hazánk legkisebb borvidéke az a Somlóhoz kapcsolódik, és hát ennek a Somlónak a területén állami erdőterületek is vannak, amik a mi vagyonkezelésünkben találhatók, és hát egy kis unikumot adnak a munkánknak. Említettük itt eddig a Bakony és Balaton felvidéki kiránduló erdőket. Hát nemrégiben láttam egy kimutatást, ahol az ország 10 legnépszerűbb kirándulóhelye között a somlói kirándulóerdőt is említették. Az erdőgazdaság itt ebben a kirándulóerdőben a Nemzeti Parkkal közösen üzemeltet egy tanösvényt, illetve hát mindent megtesz azért, hogy az odalátogatók megfelelő körülményeket, szalonnasütőt, erdei pihenőhelyeket, padokat, tájékoztató táblákat találjanak, ahol megismerhetik egyrészt a erdőben található faj és cserjefajokat, illetve azokat a védett növény és állat ritkaságukat, amik csak a Somlóra jellemzők. A somlairól egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a 40 felüli kornak, mint a fiatalságnak felel meg, a somlai az aggastyán bora, a bölcsek bora. Azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.